Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Azt hiszem, hogy frakcióvezető úrnak egy valami nagyon jót tenne, hogyha egyszer tükörbe nézne. Megnézni önmagát, hogy mit ad elő itt a parlamentben, megnézni, hogy mit adott elő itt a parlamentben, amikor miniszterelnök volt, és megnézni azt, hogy milyen cselekedetei voltak a kormányának akkor, amikor Magyarországot vezethette. Tisztelt frakcióvezető úr! Magyarország egy keresztény kultúrai ország. Ön ezt most itt kétségbe vonja, hogy ezt alaptörvénybe is iktassuk. De akkor kérdezem én, ön szerint akkor milyen kultúrai ország ez az ország, ha nem keresztény kultúrájú? Ezer éves államiságunkat mi más alapozta meg, hanem a kereszténység? A teljes társadalmi berendezkedésünk, a morális alapjainak az országnak, milyenek, ha nem keresztény morális alapok? Hol máshol jött létre, bárhol a világon, ha nem egy keresztény kultúrájú közegben, a vallási türelem? Ön hallott már muzulmán vallási türelemről? Vannak nagyon jó kezdeményezések, de az a vallás mégsem a türelemre épít, hanem egy totális világnézetet ad, amely a vallási kérdéseket, a társadalmi kérdéseket, politikai kérdéseket egyaránt uralja. Akar ön egy ilyen világban élni? Vagy ki akarja mondani, hogy igenis, egy egyébként 450 éves vallási türelmen is alapuló országban élünk, ahol az európai népek közül talán elsők között biztosították a keresztény vallás gyakorlókat, hogy szabadon gyakorolják a vallásaikat, hiszen akkor többféle keresztény felekezet volt már Magyarországon. Igenis, Magyarország egy keresztény kultúrai ország, ezért otthonos, mert keresztény kultúrájú. Ezért van képesség benne a jólétre, a biztonságra és a gazdasági versenyképességre is, mert keresztény kultúrájú. Ha valaki ellátogat más nem keresztény kultúrájú országban, más kontinenseken, láthatja, hogy mennyire más ott a világ, én a magam részéről egy ilyenben szeretnék élni. És ha a keresztény kultúrában élni akaró embereknek eltagadjuk azt a jogát, hogy Európában egy ilyen világban éljenek, akkor ők hol éljenek? A világnak melyik része lesz az, hol a keresztény kultúrához ragaszkodó emberek élhetnek? És ez nem egy világnézeti kötelezést rejt magában. Ön ezt próbálja belemagyarázni. Egyáltalán nem erről van szó. Ismerjük az ön vallási ismereteit, akár rendszeresen is tud bérmálkozni, amellyel új teológiai távlatokat is meg tud nyitni. De hogyha komolyan veszük ezt a kérdést, akkor láthatjuk, hogy itt mindenki számára természetesen a vallásszabadság biztosított. Ön olyan tételekbe ment bele, különböző hitelvi tételekbe, amelyet hála Istennek, hogy nem ön határoz meg, hanem az egyháznak a különböző tisztségviselői. És Magyarországon az alaptörvény példamutató módon, minden más országhoz képest is aztán példamutató módon a vallásszabad gyakorlását, vagy attól való tartózkodását az alaptörvény mindenki számára biztosítja nagyon korszerű módon, és azt mondja, hogy vannak olyan közösségi célok, amikért az állam és az egyház együttműködik. De különben, külön-külön működnek, nem fonódnak össze, így ez a leghelyesebb, hiszen a hívő emberekből indulunk ki. Azt pedig tisztelt képviselő úr, hogy a hajléktalanság ügyében azt mondja, hogy az egy jó irány, hogy hagyunk embereket ezer számra az utcán maradni, nagyon nehéz körülmények között, reménytelenségben, és ez lenne a jövő szabadság útja, mi úgy gondoljuk, hogy nem. Az a jövő útja, hogy ezeknek az embereknek segítünk abban, hogy kikecmeregjenek ebből a helyzetből. Ezért tartunk fönn több-több milliárd forintból egyre szélesebb és szélesebb körű szociális segítő intézményrendszert. Van annyi éjjeli szállásunk, van annyi befogadó állomásunk, amely ezeket az embereket be tudja fogadni, és segíteni tud nekik abban, hogy kikerüljenek ebből. Tisztelt képviselő, 1990 óta számtalan kormánya volt ennek az országnak, de a hajléktalanság jelenségét mégsem sikerült megoldanunk. Most ez a kormány végre őszintén szembenéz ezzel a problémával, és megpróbálja ezekkel az eszközökkel ezeket az embereket visszasegíteni a normál életbe, és tőlük is együttműködést elvárni, hogy fogadják el az államnak a segítségnyújtását. Nem abban áll a szabadság, hogy az állam segítségnyújtását eltaszíthatom, és ezzel magamat is, meg a körülöttem élő embereket is valamilyen egészségügyi vagy más veszélynek kiteszem. Abban áll a szabadság, hogy elfogadom az államnak a segítségét, önmagamat is megpróbálom az emberhez méltó életformára segíteni, és megpróbálom a környezetemet is ezáltal biztonságosabbá tenni. Ez szerintünk a valós és helyes szabadság felfogás. Tisztelt frakcióvezető úr, azt pedig teljes mértékben utasítom, amit önök egyébként már évtizedek óta tesznek, hogyha nincs semmilyen érvük a nemzeti kormányokkal szemben, akkor a 20. századi egyik gyilkos eszmével való párhuzamokat állítanak föl.
Erre sem nincs önöknek semmilyen morális alapjuk, akiknek a hatalma az MSZNP-nek a hatalmából eredeztethető. Másrésztről pedig ez azt mutatja, hogy semmifajta valós érvük nincsen, és erre a magyar választók sem voltak vevők, sem az előző, sem az azt megelőző, sem az előtti választásokon. Úgyhogy azt kérem, pontosan azért, hogy a magyar politikai közbeszéd ne az ilyesfajta vádaskodásoknak és a gyűlöletnek legyen a közbeszéde, hogy ezeket a párhuzamait egyszer és mindenkorra felejtse el. Köszönöm szépen.